Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Hello Show YouTube csatornáján, én Kornél vagyok, és még mielőtt valaki beszólna, hogy miért ilyen szőrös az, az ember, és nem esett le a videó nevéből, hogy egy elektromos borotvát fogok tesztelni ebben a videóban, úgyhogy azért nézek ki így, nem azért, mert igénytelen vagyok. Szóval a Sokas S3 elektromos borotváját fogom letesztelni, hogy mennyire tudja eltüntetni az ember arcáról egy hetes szőrzetet, de aztán megnézem, hogy egy-két napossal is mit tud tenni, és mennyire megbízhatóan működik ez a kis készülék. Először megyek a kamera alá, kibontom a csomagot, bemutatom, mi van benne, elmondom, mit tud a kis készülék, úgyhogy utána tesztelni, aztán, hogyha készen vagyok, akkor az eredményt meg fogom mutatni, el fogom róla mondani a véleményemet. Hajrá! Szóval a Sokas S3, remélem jól mondom a nevét, Sokas, S3 jött el hozzánk újra ismét a xiaomishop.hu weboldal, webshop küldte el nekünk, hogy nézzük meg, teszteljük le, mennyire jól használható egy ilyen kis borotva. Nem volt még nálam semmilyen Xiaomi borotva, Mijia meg hasonló, stb. Tehát még egyet se próbáltam ki. Évek óta Philipset használok, és hogy ahhoz mértem, legalább összetudom hasonlítani, hogy mit tud, hogy van-e olyan minőségi, mint a Philipsnek a készülékei. Úgyhogy első kibontás. És ugye a doboz hátulján minden kis házikó, szék, meg krax, semmi, szinte semmilyen angol szó, Sokas Arctic Shaver Black, ez a fekete arany színű lesz. Ugye tudni illik, ugyanúgy ennek is a szitája, a kései mind-mind rozsdamentes acélból készülnek, így semmilyen hatása nincs rajta rá a víznek, maximum víz kövesedik. Dobozából kiemelve a védő rétegeket már is szembe ötlik nekünk a kis borotvánk. Tulajdonképpen, amit a borotváról érdemes tudni, beépített akkumulátora van. Ezt fel lehet tölteni 2 óra alatt, ami 1 óra teljes üzemidőt biztosít. Egy kapcsoló gomb van rajta, ez a kibe kapcsoló. Ó, jó, van jó hangja is. És mód állító is egyben. Maga a szita, ugye 3-as tagolású, körkéses borotváról van szó, ugyanúgy, mint mindenki látott már, Philipset szinte ugyanígy néz ki, és ugyanúgy működik is. A szita levétele hátulról történt, csak le kell pattintani, gyönyörű, szép, lila betétek vannak benne, és itt van a 3 meghajtó fej, jól látszik. De cserélhetők a sziták egyesével, vagy egészében az egész el fog kopni egy idő után. Hát, hogyha az ember minden nap borotválkozik, akkor úgymond 3 hónap alatt ki kell cserélni, el fog a szita teljesen kopni. Eltörhet benne egy lamella, ami kiállhat és szétkarcolhatja az ember bőrét. Teljesen 3D-s, 360 fokos. Tehát bárhonnan is indulunk neki a borotválkozásnak, minden oldalról ugyanolyan minőségben fogja elkezdeni a szőrt levágni a felületről. Összehasonlítva a Philipsével, amit én használok már évek óta, nagyjából ugyanaz a tagolásom, viszont a Philipsnek nem minden oldalról ugyanaz a szitája van, multiprecíziós, és ráadásul nem egyben mozog mind a 3, hanem mindegyik külön-külön mozog. Tehát ebből is adódik a Sokasnak az árfekvése is. Ugye míg a Philips az nem csak 60 percig tud működni, hanem tovább is, amik ez már több mint 5 éves, és még mindig tökéletesen működik, majd kiderül, hogy ilyen Sokas meddig fogja ezt bírni, mert árához képest valószínűleg nagyon jó lesz. Tovább a dobozban még megtaláljuk a
USB kábelt, USB-ről tölthető fali töltő nincs hozzá, de USB-C-s töltője van, úgyhogy egy újfajta Xiaomi telefonod van, vagy bármi más, ami USB-C-s, azt nyugodtan rá lehet kötni. Van hozzá egy jó kis leírás, ebben már van angol betűzet is, tehát képek alapján nyugodtan lehet ezt karbantartani és használni. Igen, itt mutatja, hogy lehet nyugodtan mosni, mivel a maga a borotva IPX7 védelemmel van ellátva, tehát csap alatt nyugodtan elmoshatjuk. Továbbiakban még egy kis kártya, hogyan kell levenni, felrakni a szitát, és más semmi. Visszatérve a bekapcsoló gombhoz és itt a piktogramokhoz az alján, egyszerű megnyomásra elindul maga a beretva, forog is, szuper. Szóval, hogy hányféleképpen lehet ezt visszarakni, teljesen mindegy. Tehát olyan mindegy, hogy hogyan rakjuk vissza, rá fog menni. Tehát leveszed, véletlenül más, hogy esik a kezedbe, semmi baj. Úgyis vissza fog menni. Na, szóval egyszerű bekapcsolásra elindul a borotva, egyszerű megnyomásra leáll a borotva. Láthatjuk az alsó indikátor kis ledet, így az akkumulátor töltöttségét mutatja. Ez a villog, vagy pirosan fog majd villog, amikor lemerős töltésre kell feltenni. Ugye a felső ikon jelzi azt, hogy forog, van egy következő ikon, ez pedig a utazó zár, ami annyit tesz, hogyha sokáig nyomjuk 3 másodpercig, akkor bekapcsol az utazó zár, és ilyenkor nem fog elindulni a borotvánk a csomagban, nem fog lemerülni, mire odaérünk valahova. Ugye ezt fel tudjuk oldani, ugyanúgy 3 másodpercig nyomba kell tartani, és elindul a borotva. Ilyenkor már kibekapcsolható. Ez a kis piros ikon, ez a kis csepp meg azt jelzi majd borotválkozás után, hogy ki kell mosni magát a borotvát, ugye meg karban kell tartani, mint minden más egyéb holmit, elektromos eszközt, tehát tölteni akkor kell tölteni, ha lemerül, takarítani érdemes minden borotválkozás után, leveszed, kimosod minden egyes felületét, nyugodtan át lehet mosni a borotvát kívül, belül, néha érdemes szétszedni majd a szitát is, kivenni belőle a borotva éleket, vagy fejeket, késeket, és szépen kitakarítgatni. Folyó víz alatt nyugodtan lehet takarítani, ezért sem, de nehéz kicsit azért el kell találni, ezért sem kap az ember hozzá semmilyen tisztító eszköz, egyszerűen csak víz alatt kell kimosni. Na, szóval közel megismerkedtünk a kis készülékkel, már megyek is a fürdőszobába, és akkor letesztelem, hogy mit tesz az egyhetes arcszőrzettel. Nos, hát itt vagyunk már a fürdőszobában, úgyhogy lássuk. Ezzel mit fog kezdeni? Na hát, itt oldalról egész szépen leszette, még ezt a hosszút is. A Philips-el azért nagyon megerőszakolnám a képemet, hogy ez lejöjjön róla az egyhetes szőrzet. Na, nézzük tovább! Na, hú, rettenetesen kiadtam pirosodva. Ha jó, ez a hosszú szőrszál azért annyira nem tud megküzdeni semmelyik borotva, de azért úgy leszette. Na, megnézzük a másik oldalt. Ugye Philipsnek van nullás gépe, azzal leszedem a nagyját, és utána megnézem, hogy a többit milyen szépen borotválja le.
Na. És olyan, mint a kétnapos borostám lenne, úgyhogy jöhet a szokás, megnézzük, hogy ezzel mit fog kezdeni. Előtte azért kitakarítom az előző szört belőle. Ugyanazt elfelejtettem mondani, hogy a szókász is, ez is vizes, nedves borotva, tehát nyugodtan lehet használni borotválkozó géllel vagy habbal a borotvát, nem lesz semmi baja. Na lássuk! Na, hát készen is vagyok. Meglepően jó az eredmény. Nem veszek különbséget a Philipshez. Még ezt még majd átmegyek rajta, még sokat hagyott. Na, menjünk vissza akkor, fejezzük be a videót. Na, milyen jóképű lettem, mi? Na, térjünk vissza a lényegre, tehát a szókász S3 borotvára. Egyértelműen jól használható arra, amire kitalálták. Tehát az egy-két napos borotvát, vagy borostát simán leviszi, ezzel nincsen egyáltalán gond. Hogyha sokkal tovább hagyod nőni, akkor azért lesz egy kis probléma, mert nem minden szőrt tud szépen lekapni, a kis pejhecskék azok ott maradtak, az ilyen hosszú szálúak is, sőt rásul éppen csak azok. Így ajánlott, mindig is ajánlottam, tehát az elektromos borotvákat egy-két naponta, maximum három naponta használni, azért reggelente az ember végig táncikál rajta az arcán, és akkor gyorsan, könnyedén le tudja azt a kemény rövid szálat vágni az arcáról, mert a hosszúakkal nagyon megküzdenek ezek a borotvák. Ahhoz már penge kell. Mondtam, szárazon is, nedvesen is használható, tehát nyugodtan be lehet kenni az arcunkat a borotválkozási krémmel, és úgy leborotválni, akkor nem fogja úgy kipirosítani, mint az én nyakam, hogy láthattátok, és akkor nem lesz azzal se gond, nyugodtan, munka előtt, gyorsan, iskola előtt levágod magad, nem fogsz kipirosodni, és akkor mehetsz is széllel versenyt. Na, de köszönöm szépen a Xiaomi Shopnak, hogy újra kaptunk egy nagyon patent kis eszközt, végre megnézhettem a Xiaomi kínálatában egy elektromos borotvát, hogyan néz ki közelről, hogyan működik és egyáltalán jó-e. Ajánlom, nagyon-nagyon ajánlom, egyből vegyél hozzá a pótfejet, nehogy az legyen, hogy mit tudom, ezt használod, nem borotválkozom minden nap, hanem csak heti 2-3 alkalom, és akkor nem 3 havonta kell cserélni, hanem évente vagy 2 évente, attól függ. Az érezni fogod majd úgy is, hogyha a szőrszálat nem vágja, hanem húzza. Tehát fájdalmas lesz a borotválkozás. Úgyhogy patent kis cucc, hogyha megtetszett, akkor nyugodtan a leírásban meg lehet kattintani, vagy a cikkben, ahogyha ott nézed a videót, meg lehet kattintani a vásárlás linkjét, beteheted a kosáros, meg is veheted eléggé jó áron. Úgyhogy köszönöm szépen, megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor tolj egy lájkot, ha nem tetszett, akkor ne tolj lájkot, akkor diszlájkot, ha annyira akarod. Ha kérdésed van vele kapcsolatban, vagy a borotvával, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor a komment szekciómba tedd föl nyugodtan értelmesen a kérdésedet. Iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg azt a csengőt. Megborotválom a fejedet. Sziasztok!